Június 30-án 10 órától ünnepélyes keretek között adták át ostorosan az alapszolgáltatási központot, amely a régi épületrész felújításán kívül új épületrészsel, helyiségekkel bővült. Az Európai Uniótól elnyert közel 31 millió forintos pályázati támogatás, illetve az önkormányzat által biztosított mintegy 3,5 millió forintos önerővel megvalósult beruházás segítségével a Kossuth út 3 szám alatt lévő épületben minden szociális tevékenységet egy helyen tudnak ellátni a településen. A projekt ünnepélyes záró rendezvényén elsőként Kisari Zoltán polgármester idézte fel a beruházás megvalósításához vezető utat. Az önkormányzat még 2007-ben határozta el, hogy a szociális feladatokat ellátó szolgáltatásokat egy épületbe költözteti, mivel a költséghatékonyság mellett szakmailag is indokolt, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás, a családok segítése, a házi segítségnyújtás, valamint a nappali ellátás és az étkeztetés, mint önkormányzati feladatok egy helyen legyenek elérhetők. A településünk belső szerkezetében van egy viszonylag egy korosztály, egy nagyobb lélekszámú korosztály, amely mindenképpen igényli és igényelte, hogy készüljünk föl az ő fogadásukra intézményi struktúrában, mire ők erre a rászorultságra kényszerülnek. Ez jelentette, ez volt a cél, a hatékonyság másik oka pedig az volt, hogy a feladatainkat, az alapszolgáltatási központ 5 feladatát több helyszínen láttuk el, és ez tudható, hogy minél több helyszínen működtetünk valamit egy cél érdekében, az annál költségesebb, és ez volt a motiváció egyébként. Az Észak-Magyarországi Operatív Program a projekt céljaihoz illeszkedő pályázati lehetőségének segítségével tervezték megvalósítani a beruházást, így elkészítették a pályázati anyagot, amely 2009-ben befogadásra került. Az önkormányzat 2010 tavaszán kapott értesítést arról, hogy pályázat a kedvező elbírálásban részesült, majd az előkészítő munka és a kivitelező kiválasztása után 2011. február 16-án tartották a projekt nyitó rendezvényét, illetve a kivitelező cég is megkezdte a munkát az épületen. A bővítés és a felújítás segítségével az intézmény kibővült, korszerűsödött. A korábban már meglévő helyiségekben csak a szükséges felújításokat végezték el. Az intézmény új részében egy váróhelyiség, egy előadóterem és egy iroda kapott helyet. Nem csak az épület bővült, hanem a lehetőségek szolgáltatások köre is, hiszen az új előadóteremben lehetőség nyílik majd személyiségfejlesztő foglalkozások megtartására, míg az irodát egyben interjúszobaként is használják majd a szakemberek. A köszöntők után Kisari Zoltán polgármester és Pápai Csilla, az alapszolgáltatási központ vezetője közösen vágták át a nemzeti színű szalagot, átadva ezzel az intézményt a település lakói részére, majd az ünnepies alkalomra írt versét szavalt el Holó József, ostorosi költő. Ezt követően a vendégek megtekintették a felújított, kibővített intézményt. A beruházás összköltsége 34.240.225 forint volt, összességében 30.816.202 forint támogatást kapott az önkormányzat a beruházás megvalósításához.